Drága feleségem, képzétek el, elengedett engem, tessék. Ez egy fikció. Nekem is gyanús. Elengedett engem egy barátommal egy hétre. Sarokig. Mert ilyen drága kedves feleségem van. Ez azt mondjuk nem gyenge. Nem elhajlási engedélyről van szó. Aha. Nem arról van szó, hogy most akkor itt most oda megyek és azt csak, amit akarok, de azt mondtam, hogy ez most nekem kell, és azt mondta, hogy rendben, és megoldja a gyerekeket, és ilyen aranyos, kedves, és hát gyerekek, tényleg, szóval komolyan mondom, mindenkinek ilyen asszonyt kíván mit az ember. Mit kér cserébe? Ezt még nem tudom. De biztos, meg lesz az ára. És mondtam, hogy én nagyon régen mentem már el merülni, még nagyon régen voltam igen? merülni, és szeretnék egy pár napot kijutni, úgyhogy egy barátommal elmegyek merülni. De mielőtt ezt elmondtad, gyakoroltad egy pár napig a tükör előtt. Hogy hova kell elugrani. Drága kincsem, szerelmem, nem jó. Életem, szerelmem, kincsem, nem jó. Vettem neked, nem jó, még egyszer. Na, de megtörtént a nagy dolog, elmondtam neki. Jó illata van. Szex után. Neked is jó volt, drágám. Igen, mondani akkor... akarok valamit. Szeretnék elmenni sehova. Jó éjszakát, drágám. Neked is. Elmenni az előbb meg tényleg. Aludjon kicsim, akkor te is. Még előtte egy pohár meleg tej, kis mézzel, szemlekötő, füldugó, minden. Azt mondom már, drágám. Igen, mondjad. Ezhetünk még egy hétre. Mit mondasz? Akkor ezek szerint igen? Ja. Köszönöm, kincsem, aranyos vagy. Oké, rendben, drágám, akkor ez egy igen. El szeretnék menni, ha barátom. Mit mondod? Ja, semmi fél érte. Na, de belement ez a lényeg, és elutazom egy pár napra búvárkodni. Igen. És megnéztük, hogy hova menjünk, mert ugye hát azért nem vagyunk azok a nagyon előre gondolók, hova van még repjegy, hol van szállás, gyorsan elmentünk. Hol van tenger? Alá megúszni egy olyan árokban? Nem is olyan mélyre, de megtaláltuk Zanzibárt. És repülőjegy, szállás, elintéztük, igazából elmegyünk. Ritkán mesélek arról, hogy hova utazom, mert nem szoktam ezzel kérkedni. De hát azért most is üröm az örömmel, hogy mi történt. Csak ezért mondom el. Kiderült, teljesen váratlanul. Viharos idő, szél, eső. Egyrészt az, hogy már jön a monszun, de erről nem ne beszéljünk, tehát már nem olyan szép a történet, hogy nagyjából 7 nap szakadó eső, mert hogy kiderült, hogy ott április elején már ott véget ér a jó idő. De, hogy csak 1,5 millió. Rohadjál te meg! Félre számított. Vicces. 1,5 milliós útra el se kellett becsomagolni. Nem ez a lényeg. Nem az minteket nézegetted. Vicces. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy rettenetesen megszívtam már megint. Na, mert mi? Tudjátok, elmondhatok ilyen sztorit, mert az utazó sztorijem 80%, hogy nem utazom el. Tehát azért, aki hallgatja ezt a műsort, az tudja, hogy kb. 45. utat mondtuk le. Tehát igazából... Még most se vagy ott, csak szól. A biztosító már kint van a nevem, hogy nem kötheted meg, nem írhatod alá. Tehát nincs már utasbiztosító, aki rám köt. Bemondta itt valaki a rádióban, és én ezt nem vettem észre, hogy ugyanaz az ország, ugyanaz a sziget, és ugyanaz a szálloda. Ó, alakul. Már is ugyanaz a repülő? Nem, talán egy nappal később. Hát magánrepülővel megy. Ja, 300 vérben forgó szemű, felbátorodott, zumba aerobik rajongó, magyar, Rubint Réka és Sobert Norbi. Rubint Réka és Sobert Norbi követővel megyek én el Zanzibára. Mert valaki szólt, hogy ott tartják a táborukat. Mondom, tesó, imádom a Rékát, meg imádom a Norbit, tényleg. Nekem velük semmi bajom. De én azért mentem oda, hogy ott biztos, hogy nincsen magyar. És mit fogok hallani reggel 7 órakor a medencénél? Mire kelek majd? Oldalra, jön a kar! Váltva, húzza! Szia, Balázs! Te nem jössz! Hogy vagy? Jól vagyok. Gyerekek, én még mennék reggelizni. Mit fél reggeli? És! Haj, de jó a zene! Ez nagyon fontos a benelegítés. Van ilyen tesó. A pirkok is hátul. Tojat. Két sáncsocsopám is kogyom. És a válizmaira. Mindig előfordul. Nézzük, ki van itt. Reggel 8 órakor már így kisétálgatok így a szállodába, hogy nyújtózkodom egyet, és azt mondom, látod, ezt tudtam, hogy csomag kell jönni ma merülni, itt sehol nincs egy magyar. És ez történik a medencénél. Figyelj elő! Páros! Hát mondom, gyerekek, ilyen jön nincs, alá, hogy jó? Egyszer a feleségem elenged, a gyerek úgy néz ki, hogy nem beteg, szünet van, iskola is, eltok egy kicsit,
menni. Évek óta nem merültem. Aki tudja, hogy gyerek van, ott már nem mész nagyon azért. Na, há, persze, nem mész, mert a családdal mész, de néha kell egy pár önállóság. Az én drága feleségem ebbe belement. Mi történik? Gyere még! Emel a kar! Álljon be, akinek öt anyja van, Jézusom, érted? És egy két így. Ez a, hajlítsd a karot! Behajlítjuk a kar! Igen, Balázs musom! Húzzad még! És aludnál, és kicsit pihennél, és úgy ott vagy, hogy jaj, de jó, végre nem hallasz magyar szót. Aha. Végre egy kicsit kiszakadtál az egészből, félmeztelő járkálsz, kiállsz a teraszra, nyújtoszkodsz, azt mondod, sziasztok, elefántok! Pajást, pajást, te vagyás! Majd mentek ki búvárkod, és mellétek húszik majd valaki rózsaszín sznorkelbe. Na, ki vagyok? Na, ki van itt? Este tenis? De nem mondom, nem a Réka, meg nem a Norbi. Én imádom őket. Én a Norbit is, én játszunk csak együtt. Csak tudod, hogy ahol ők vannak ott, a rajongok is ott vannak. Az a baj, hogy, tehát, hogy tehát az van, hogy gyerekek, ők családdal jönnek, mondom, oké, iszunk egy koktélt, jól el vagyunk, de mondom, 300! Érted? 300. Hát én reggel 9-kor fogok kitámolyogni reggel. Megvetően néznek majd rám, hogy nem mentem zumbára 8-ra. Nem voltam 11-kor hullahoppon, meg nem aerobikoztam már 2-10, meg futottam körbe 3-szor a hotelt, és reggel 7 óra óta ezt csinálják. Hogy? 300 magyar! Balázs, hadd mutassam be neked, ő az egyik legnagyobb sikersztorim. Józsi, 4 hónap alatt 600 kilót fogyom. És most már csak akkor jó nagy darab voltál, Józsikám. Na, ott vagyok a medencénél, majd találj meg. Beverek egy pinyakoládát. 60 kilót adott le úgy, hogy csak, és nem fogok kitalálni, csak a bárkinet fogyasztott. És kétféle ember lesz. Nagy az egyik, aki lesz. Imád és autogramot akar, a másik, aki ne, sunyi, gyerekek, de hogy nekem miért, igen, a sunyin figyelő. Nézd meg, mekkora ízé homárt vett le megint. Amit nem akarsz látni, hogy félmesszerű látod magad a bulvárlapban. Amit nem akarsz látni, hogy kiszolgáltatottan ízé, jössz ki csupaszan a medencéből, érted, nem túl erős kidolgozott felső teste, és hárman ízé adják el a borsnak 10 000-ért, tudod. Tehát, de rajtam átok ül. De komolyan mondom. És Éka! Balázsék is meleg szó kezdni! Szóljál Lolának! Nem Lolának! Lalának! Nem a Lajosnak, Lalának! Szólj neki, menjünk szó kezdni! De jó, te meg szívinfarktusom volt azóta, nem beszélti más, te ügy. De kenyedék vagy, mert mondom, hogy nem a Réka, meg nem a Norbi. Tudom, de hát... Mert őket imádom, én őket szeretem, meg tök jól csinálnak mindent, amit csinálnak, tényleg, gyerekek. Hát ezt így tök jól felépítették. Hanem mondom, a 250 magyar. Uh-huh. Érted? Ismered az érzést, amikor külföldre mész? Hogy végre senki, hogy egy büdös magyar szót nem akarsz hallani. Egy büdös magyar szót nem akarsz. Nem vagy magyar után, csak azért mész. Főleg a mi helyzetünk egy kicsit meg speciális. Hát most ezért lehet utálni. Nem bámul, nem fotóz, béké hagy, és kicsit ott, ha akarsz, akkor egyszer tökben napozom, mondjuk szállodában. És végig ezt fogod hallgatni. Így van, erre az elére. Igen. Zubba! Este hét! Zubba, te zsadeíró! És este hét óra. Utat! Páros! Csak kérdezni magát, Balázs! Szó! Menjétek körbe, álljunk! Hozzátok ide a medencét! Gyere még! Gyere még, jövök egy! Négyet! Hárma! Kötődik a water body! Kettő táma! Megfő! 12-kor fogok megriadni. Aha, 12-kor. Télben itt elhúzom a függöny, nyújtaszkodok egyet, érted? Hát... Még egy fekvő, Balázs! Ha nehéz lehet, térdem is! Ha nem megy, nem a nehéz, ha nem megy! Rájöttem, álszakál. Igen. Oh. Szemüveg. Itt van Feli is! Álszakál. Feli! Léka, itt van Feli is! Bolgalának! Álszakál, szemüveg. A Feli Master Diver! Hogy bújsz el? Ez az. Hogy? Sehogy. Én egyszerűen hát elmegyek a Norbival teniszezni. Én is szomom, mint a Réka. De hogy bújok el felhergelt 300 darab zumba aerobikozó elől, érted? Akik, hogy bújok majd el? Nem tudok elbújni. Réka, töltem neked kolam. De
most te a Norbit bántott el rólad. Hogy bújok el? Hát? Rájöttem, hát a legjobb... szerintem olyan, nem, aki mögé be tudsz állni, és nem látnak. Nem, a legjobb a vegyülés. Törölköző anyagban 7 órakor ott állok az első sorban. Nem elbújok, hanem nagyon-nagyon asszimilálódom. Aha. Zumba cuccot veszek, feszülős pólót, kisnadrág, fekete sportcipő, titokzokni, és 7 órakor ott várom Rékát a medencénél, és toljuk együtt. Nincs más megoldás. Az első nap leszel meglepi. Akkor megbögdösnek, megnéznek, hogy tényleg, és utána másnap naptól természetesen. Ha látják, hogy beépülök, ha látják, hogy nem tudod, ha kimaradsz, ha elbújsz, ha máshol napozol, azt nem szóval. Itt már ugye, itt egy dolgot, itt beállsz. Nem tudsz mit csinálni, asszimilálódsz. Na kikuksoli, textenziolós, füldök a fejben, a árnyékban, na ki? Itt vannak Léka, megtaláltam őket. Szólj, haládok! Úgyhogy elhatároztam, a gyerekek, beépülök. Beépülök. Van valami különleges zumba cucc, hogy mit tartalék, amely most erre a zumbára nyilván ráfűszem, hogy hülyék, de mi aerobik? Vegyek aerobik? Vegyek egy ilyen kis feszülős gatyát? Tök jó lesz. A tenyerükön fognak hordozni. Szeva, itt koktél, ott irány a bár! Mit akartál mondani? Állj fel a repülőn és mondd azt, hogy nászúton vagyok, ne zavarjatok. Egy haverommal. És ott ül mellett. Itt a páros jött. Itt a páros. Hatalmas ötlet. Márk, légy szíves, állj föl a repülőn, mutatkozz be. Nászutas pár vagyunk. Szép Balázs, végre fölvállaltad. Így van, jó van. Tudtuk, mi mindig sejtettük. Így van. Jó nászutat nektek. Az ifjú arra. És akkor nem zavar. Az ifjú arra. Márk a fiatal jegyes? Hát akkor neked Madagaszkár nem kék laguna lesz, hanem kék osztiga. Jó vagyok, mi alá? Úgy érzem, hogy nincs meg bennetek a szolidaritás. Azt hiszem, hogy nem érzitek át ennek a problémának, ha ti mennétek, átéreznétek, de így nem érzitek át ezt a problémát. Szeretni fogod.